Ez az okarina, közismertebb nevén körtemuzsikának is hívják, de hát helyesebb, pontosabb, ha okarinát mondok, mert ez egy olasz rendszerű cserépsíp, és ott nevezték el Bolognától nem messze, Budrióba, ahol ezt csinálták 1870 körül, okarinának, vagyis libácskának, vagy libacsőrnek olyan a formája, és az első világháborúban fogságba esett magyar katonák hozták ezt az országba, és azóta gyártjuk nagyagból, de láttam porcelánból, sőt üvegből, fából is, még vasból is, de rendszerint agyagból. És aztán kiégetéssel kapja el a végső formáját. Van pársípos körtemuzsika valójában, tényleg körte alakú cserépsíp, de állatformák, emberformák mindenféle formában vannak. Én magam is gyártok honfoglaláskori cserépsípot. Tatán múzeumban láttam meg először egy emberarc fejformájú cserépsípot, és hát ezek szerint már 1000 éve ismerjük legalább minimum. És hát mivel restaurátor vagyok, így aztán könnyen meg is szereztem a sípot, amiről negatívot csináltam, és én magam is sokszorosítom és gyártom. A nagysága határozza meg a alaphangját, tehát a belső levegő mennyiségtől függ az, hogy mélyebbe vagy magasabb, minél kisebb egy okarina, annál magasabb hangja van, tehát minél nagyobb, annál mélyebb. Majdnem minden nemzetiségnek, nemzetnek a zenéjéhez lehet használni. Én Franciaországban is kipróbáltam, és ott is hallottam megszólalni. Hallottam román zenében, hallottam szerben, szlovákban, csehben, de hallottam argentin zenébe is. Lehet olyan igénnyel is megszólaltatni, hogy ez tényleg egész klasszikus vagy komoly zenei igénnyel szólaljon meg.